Szép napot mindenkinek, ez a Kocka Disputa, és legutóbb említettem nektek, hogy még két alkalommal szeretnék az IMDb legjobb 100 filmjéről beszélni. A következő ilyen videóban majd a legjobb 10 film fog terítékre kerülni, vagy a kedvenc 10-esem, még mindig nem sikerült eldönteni. Most viszont azt a 7 filmet hoztam el nektek, amik szerintem egyrészt elég meglepőek, másrészt ilyen-olyan okból kifolyólag egy picit különlegesek, és talán elütnek a többi filmtől, különösen, hogyha az amerikai filmeken szocializálódott közönség szemszögéből nézem. Éppen ezért talán egy picit kevesebben is látták ezeket a filmeket, annak ellenére, hogy nyilván azért vannak rajta a listán, mert alapvetően elismertek, de mégis nem látták őket szerintem annyian, mint amennyire az eredetiségük indokolná. Emiatt egyébként a szokásosnál is jobban tudom ajánlani nektek, hogy választhatok egy-két filmet a felsorolásból, és adjatok nekik egy esélyt, még akkor is, ha elsőre mondjuk nem kap el annyira a történetük, vagy túl hosszúnak tűnnek. Higgyetek nekem, abszolút meg fogja érni. Nekem több olyan film is van, ebben a hetesben is egyébként, amit hoztam nektek, ami alapvetően nem lett a kedvencem, vagy nem mondanám rá, hogy kifejezetten jónak tartom, viszont abban egy percig sincs semmi kétségem, hogy minden egyes percet megértek, amit velük töltöttem, mert tényleg gazdagították így a filmes látókörömet, és ezek abszolút olyan alkotások, amikkel szerintem máshol biztos, hogy nem találkoztam volna. Nem kedvelési sorrendben fogom őket mondani, hanem ahogy következtek 100-tól lefelé az IMDb-s listán. Úgyhogy első ezek közül nekem a Jagten, vagy magyarul a vadászat, arról szól, hogy egy óvó bácsit egy óvodás kislány megvádol, hát kvázi pedofiliával, és nem is igazán akart annyira rosszat ez a lány, de az egész mégis baromi nagy hatású dolgokat indít el, mind a kisebb közösség, mind természetesen az óvó bácsi a férfi életében. És ez az a film, ami nekem elsőre egyáltalán nem tetszett, sőt végig az egész film alatt tisztára idegeskedtem, hogy hát miért nem mondják ezt vagy azt, miért nem ezt a megoldást választják. És a végére esett le, hogy basszus, ez a film erősen érzéseket váltott ki belőlem, és ez szinte mindig jót jelent, jó mondjuk akkor nem, ha valami nagyon gagyit nézel, de ebben az esetben nem erről beszélünk. Nagyon jól mutatták be ezt az egész bizalmatlan légkört, hogy hogy hátrálna ki az ember mögül abban a pillanatban, hogy felmerül a gyanú árnyéka, és hát más témák kapcsán, de azért ez eléggé most is tetten érhető a társadalomban, hogy felmerül, hogy valaki valami rosszat csinált, akár a múltban, akár most, és anélkül, hogy bizonyítanák ezt, már megítélik, már megbélyegzik, és ez nem egy túl jó tendencia szerintem. Na ezt az egészet a film egy bizonyos téma kapcsán ugye nagyon jól megvilágítja. Az alakítások nagyon rendben vannak, nagyon skandinávosan visszafogott az egész, szóval ettől csak még hitelesebbé válik, ahogy ábrázolják, még emberszerűbb lesz, és így még jobban fog minket is idegesíteni, mert az egész így bekúszik a bőrünk alá, és nem nagyon fogjuk tudni kivonni magunkat a hatása alól. A második film, ami nekem egészen meglepő volt, az a Dangal, egy indiai film, ugye több is van ezek közül a top 100-as listán, és hát én nem is tudom, mit vártam így az indiai filmektől általánosságban. Igazából, ha őszinte akarok lenni, akkor valószínűleg a gagyit, talán egy picit előítéletes voltam, nyilván nem véletlenül vannak ezen a listán, sok embernek tetszenek, és a Dangal nekem is nagyon tetszett, mert hát tök jól össze volt rakva, alapvetően ez egy sportfilm, birkózókról szól, birkózó lányokról méghozzá, akiket az apjuk terelget, nevelget, és hát tanítja őket a sport csinyára, vinyára, és végül is eljutatja őket egy egészen magas szintre, ezt követjük mi nyomon, úgyhogy egy meglehetősen hagyományos ilyen filmes narratívával dolgozik az egész, de a fényképezés nagyon jó, az alakítások teljesen rendben vannak, a zene a szuper. Talán ez volt számomra a legnagyobb meglepetés, mert hogy vártam ilyen indiai zenét, amit én annyira nem szeretek, ez pedig egészen modern volt, úgyhogy azért vannak benne ilyen hindis zenei elemek, de még így is abszolút sokáig hallgattam még a film megnézése után is, különösen edzéshez elég motiváló tudott lenni sokszor, úgyhogy tényleg én is azt ajánlom nektek, hogy tegyetek vele egy kísérletet, annak ellenére, hogy ez egy hosszú film, általában Amir Khan filmjei ilyenek, de mégis a drámaisága ellenére nagyon könnyed, nagyon sok humoros kis gag van benne, és úgy fogsz kijönni az egészből, hogy nem azt érzed, hogy így, nem tudom, lehúzott volna a hosszú játékidő, hanem hogy így az egész film így felemelt, ahogy egy jó sportfilmnek az szerintem feladata is. A következő film a Das Boot, magyarul a tenger alattjáró. Nekem e közül a 7 közül, meg talán az egész 100-ból ez volt a legnagyobb meglepetés, mert hogy alapvetően ez egy német tenger alattjáróról és annak legénységéről szól a második világháborúban, és hát ha valakit nem érdekelnek a tenger alattjárók, akkor ez én vagyok, meg így az egész plot
Fú, nagyon hidegen hagyat, aztán megláttam, hogy 2,5 óra a film, de ráadásul én csak a rendezői változatot találtam meg 3,5 órában. Hát nem nagyon lehetett volna rosszabb indítása ennek a filmnek nálam, és olyan szinten elkapott, hogy nem tudom elmondani, egy ütőhelyemben megnéztem, aztán egy hét múlva megnéztem még egyszer. Irgalmatlanul jól épít feszültséget a film, annyira ott voltam ezzel a legénységgel. Nagyon jól megcsinálták egyébként magát a tengeralattjárót is, utána olvastam ilyen mindenféle kritikákat, mármint hozzáértőktől, és ők is azt mondták, hogy a legtöbb hajós film totál nevetséges, de a tengeralattjáró teljesen hiteles és behúzta őket, és nem csak a technikai megvalósítása az egésznek, hanem ahogy bemutatták, hogy mit élnek át, akik ott vannak, a legénység, hogy néha tényleg a teljes unalom és semmi nem történik. Aztán meg másodpercek alatt átfordul az egész, és olyan stressz helyzetbe kerülnek, hogy azt nem lehet elmondani. És mindeközben te nézőként ott vagy velük, napról napra egyre közelebb kerülsz hozzájuk, egészen a legvégéig, ami megint csak nagyon-nagyon jó volt. Baromira szeretem ezt a filmet, szerintem az egyik legjobb háborús film, annak ellenére, hogy számomra ez abszolút nem következik a cselekményéből, de mégis, és még az is elképzelhető, hogy rá fogom tenni a top 10 legjobb filmes listámra ebből a 100-ból, szóval tényleg csak ajánlani tudom nektek. A negyedik film, ami számomra elég sokkoló volt, és szerintem látnotok kell, az az Old Boy. Ez tipikusan az a film, amire én sem tudom azt mondani, hogy tetszett, vagy szerettem. Hát nem, de az biztos, hogy azt érzem, hogy nagyon megérte megnézni, mert ez is mindenféle érzéseket váltott ki belőlem. Nagyon különleges története van, főleg a feloldása végén az egészen meglepő. Itt arról szól a sztori, hogy egy embert 15 évig elzárnak a külvilágtól, bezárják, miközben persze azért életben tartják, tehát ételt kap, de nem igazán tudja, hogy miért is tették ezt vele, aztán egyszer csak kiengedik, és hát nyilván ki kéne derítenie, hogy mi ez az egész, mi történt, az elmúlt 15 év az miért történt. És te nézőként mész vele, annak ellenére, hogy egy meglehetősen fura figura, ez egy dél-koreai film, ugye, tehát már megjelenítésében, karakterében különbözik attól, amit mi megszoktunk, és nem csak annyira, mint mondjuk az Élősködök volt, ugye, nem olyan régen, de ez a film szerintem tényleg a vége miatt híres, és hát annyira híres, hogy készült belőle egy amerikai feldolgozás is, meg számtalan másik filmet inspirált. Az ötödik film, amiről nem gondoltam, hogy ennyire jó lesz, az a Das Leben der Anderen, a mások élete, pedig megnyerte ugye a legjobb idegen nyelvű film Oscar díját annak idején, de valahogy mégis azt gondoltam, hogy egy sokadik ilyen sztori, ami ugye a kommunizmus idején játszódik, ez speciál Kelet-Németországban, amikor is egy ügynök azt a feladatot kapja, hogy figyeljen meg egy művészpárt, egy férfit és egy nőt, és hát egyre közelebb és közelebb kerül hozzájuk, és én igazából tudtam, hogy mi lesz ennek a történetnek a kifutása, nem nehéz kitalálni, de mégis olyan szinten a hatása alá tudott vonni, hogy a végén, hát azt hittem elsírom magam, tehát nagyon könnyen fel tudom most is idézni az utolsó jelenetet, az különösen erős szerintem. Nagyon finom ez a film is, nem ilyen arcbatolós, nincsenek ilyen irgalmatlanul nagy drámai helyzetek, de mégis nagyon katartikus tud lenni, és valószínűleg azért is, mert hogy ez nekünk magyaroknak is releváns, ugye nálunk is működtek ezek a rendszerek, ez a történet akár itthon is játszódhatott volna, és a németeknél azért több film van, ami ezt a korszakot feldolgozza, nálunk is van pár, ami kifejezetten jó, de ilyen erőségűvel szerintem én itthon nem találkoztam, de megkockáztatom, hogy ebben a témában sehol máshol sem. A hatodik film ezen a listán a Csíró szellem országban, amiről megint csak azt tudom elmondani, hogy borzasztóan meglepett, mert hogy erről a filmről én tényleg csak jókat hallottam már előtte is, de nekem a képi világa alapján, amit ugye előtte már láttam mondjuk a trailerekben vagy a posztereken, abszolút nem tetszett, és így a történetesen vonzott be annyira, láttam belőle karaktereket is korábban, és ezek sem jöttek át annyira. De mégis mikor megnéztem, elejétől a végéig lekötött, és ilyen nagyon fura mosollyal tudtam figyelni az eseményeket, mert végül olyan érzésem volt, hogy ez valami picit ismerős, de közben annyira más is, annyira más, hogy nyúl ilyen klasszikus mesei toposzokhoz, vagy amiket már láttam hasonló filmekben, mint mondjuk a Túlvilág, vagy a Szellemek, hogy így nem tudom elmondani. Nagyon különleges ez a film. Nem is biztos, hogy jó kezdés, ha valaki még soha nem látott mondjuk animét, vagy bármilyen filmet Japánból. De igazából ez teljesen mindegy, szerintem pont erről szólna ez a lista, hogy ugorjatok bele egy ilyen élménybe, ne gondolkodjatok, csak nyomjátok be, és ne azt keressétek, hogy mi az a megszokott, hanem hogy tényleg kapjatok valami olyat, ami másonnan nem feltétlenül sikerülne, és ez itt garantáltan így lesz, bár egy meséről beszélünk, és
Azt mondtam az IMDb-s videómban, hogy akár gyerekek is megnézhetik. Most ezennel korrigálnám magam, nem gyerekekkel ne nézessétek meg, inkább megint újra néztem azokat a figurákat, akiket használ a film, meg egyáltalán a mondani valója, az egyáltalán nem könnyen felfejthető egy gyerek számára, még a felnőtteknek is gondolkodni kell egy-egy metaforán, vagy képi megjelenítésen, hogy mit is akartak ezzel mondani, és hát elég durván is van rajzolva egy-egy karakter, úgyhogy inkább csak akkor nézzétek meg, ha mondjuk elmúltatok 16 évesek, hát talán még korábban is, ez nyilván nem annyira durva, de mégis ahhoz, hogy valaki igazán élvezni tudja, azért kell egyfajta érettség is. Én minden esetre talán ennél a filmnél éreztem a leginkább, hogy mennyire nyugati néző vagyok, és mennyire hozzá vagyok szokva bizonyos történetvezetési elemekhez, vagy egy bizonyos stílus kapcsán, mondjuk ha rajzolt filmet látok, akkor milyen elvárásaim vannak, annak ellenére, hogy azért én hébe-hóba szoktam animéket nézni, és mégis. Az utolsó film pedig, ami talán felrúgja a nézői elvárásokat egy picit, az a Cidade de Deus, az Isten városa. Ezt a filmet már elég sokszor ajánlottam nektek, a Rioi gettóban járunk, ahol gyerekeket követünk nyomon, és az ő életútjukat, ahogy hát kamaszodnak, aztán belépnek a kora felnőtt korba, és azt is megnézhetjük, hogy radikalizálódnak sokan közülük, hogy kerülnek bele a bűnözésbe, a kábítószerkereskedelembe, emberölésbe. És nekem a legjobban azt tetszett ebben a filmben, hogy ugye megszoktam már az amerikai ábrázolás módot, hogy ők hogy mutatják be ezeket a nagy stílű, kemény gengszereket, milyen dolgok fontosak nekik, hogyan beszélnek, és annak ellenére, hogy imádom ezt nézni, és szeretném elhinni, hogy ez így is volt minden esetben, talán csak a Cidade de Deusnál éreztem azt, hogy ja, valami ilyesmi lehet inkább a valóság, hogy ezek abszolút emberek, emberi érzésekkel, problémákkal, és a karakterek között is van azért egyértelműen gonosz, meg egyértelműen jó, de közte is megtalálható igazán minden, és nem annyira fekete-fehér szerintem ebben a filmben egy csomó dolog, mint mondjuk az amerikai gangster filmekben. Ezen kívül szerintem, hogy a történet el van mesélve, és ahogy ezt szolgálja a vágás, az is egészen zseniális, úgyhogy szerintem adjatok neki egy esélyt, és lehet, hogy ti is egy picit meg fogtok lepődni, hogy ezért tud nektek újat mutatni. Szóval ez volt szerintem az a hét film, ami a legmeglepőbb és különösebb az IMDb top 100-ból. Ez a két jelző így együtt, mert azért olyan film, ami csak meglepően jó volt, vagy meglepően rossz, több is volt, legalább 15-20 ezen a top 100-as listán, de én egy olyan listát akartam nektek hozni, ami azért egyrészt meglehetősen heterogén, tehát nem ugyanolyan típusú filmek ismétlődnek rajta. Másrészt pedig ezekről a filmekről tudom garantálni, hogy van bennük valami extra dolog, akár a történetvezetésben, akár a technikai megoldásokban. Azzal együtt persze, hogy egy-két filmet tudtam volna helyettesíteni mással is, és így gondolkodtam is rajta, hogy felkerüljenek vagy ne. Így maradt le például a Neved, vagy az Élősködők, és pár másik film, amiket egyébként nagyon-nagyon szeretek. De most itt próbáltam azt a faktort előtérbe helyezni, hogy mennyire különleges vagy fura egy film, azzal szemben, hogy nekem szubjektív mennyire tetszik. Remélem értékelitek ezt a megközelítést, mert ugye mostanában mindenki sokat panaszkodik arra, hogy mennyi remake van, mennyi újrahasznált ötlet, hogy kiveszett az eredetiség a filmvilágból, és hát szerintem ez baromira nincs így, csak egyszerűen valahogy picit hanyagoljuk azokat a filmeket, amiket nem érzünk annyira közel állónak hozzánk, vagy csak nem kapnak elég reflektorfényt. Minden esetre most hét ilyet hoztam nektek, úgyhogy remélem azért egy-kettő filmhez sikerült meghoznom a kedveteket, és hát ha nektek van olyan film a tarsolyotokban, ami nem csak meglepő, de mondjuk valamilyen formában különleges is, akkor ne tartsátok magatokban, és nyugodtan írjátok meg kommentek között. Minden esetre ennyi lett volna a mai disputa, én köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, sziasztok!